Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma című hírműsorunkat látják. Először következzenek legfőbb híreink röviden. Szent András Katolikus Általános Iskola. A 30 éve fennálló intézményben egy átfogó felújítás kezdődött el nyáron. Fejlesztés. Két kerékpáros szervízoszlopot telepítettek a Lupató melletti kerékpáros pihenőnél és a Postás strandnál. Baal Shem Tov legendája, a zsidó identitásnak állít emléket, Flam Ferenc kiállítása. Nem teltétlenül az idei nyár a Szent András Katolikus Általános Iskolában. A 30 éve fennálló intézményben egy átfogó felújítás kezdődött el, így szeptember 1-én részben megújult, szép és tiszta épületben kezdhették meg a diákok a tanévet. A Szent András Katolikus Általános Iskolát 1997 óta az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága működteti Bukovszkiné Csoba Zsuzsa vezetésével. Az idén jubiláló iskola életében a fenntartó segítségével egy hatalmas beruházás vette kezdetét júniusban. Régóta dédelgetett álmunk az, hogy egy zsibongót elhelyezni az iskola épületében, mert nagyon szűkek a terek. És amikor van valami nagyobb programunk, rendezvényünk, sokszor az utcára szorulnak ki a szülők vagy a gyerekek. Ezért aztán csak a bejárathoz képzeltünk el ezt a zsibongót, de ott meg a tanári volt. De a tanárit is kinőttünk, mert most már több mint 40 pedagógusunk van, és valahol át kellett gondolni az egész épület szerkezetét, hogy hova lehetne a tanárit felhelyezni, és a zsibongóra alkalmas helyet megtalálni. És ez a műemlék jellegű épületünk, a tornaterem, kis tornateremnek a tetejébe adódott. 3 éve kidolgoztuk Jasó Sándor építésszel segítségével ennek a látványterveit, és elkezdtünk a fenntartó felé kérni, mert hogy sok éven keresztül, ahogy említettük, szerettünk volna, de igazán most éreztük úgy, hogy most már nagyon sok a gyerek is kinőttük az épületet, és ezért aztán valamikor az elmúlt év januárjában megkaptuk az engedélyt, elfogadták a terveket, nem csak látványtervek, hanem kiviteletervek is elkészültek. Valamikor május végén lezárult a közbeszerzés. Egyébként egyházmegyei Budapest Esztergom főegyházmegye támogatja a projektet. Őtől, tehát ez nem külön egy pályázati rész, fenntartói segítség. Valahogy ezt úgy összegezném, hogy 30 éves volt az iskola az elmúlt évben, és még soha nem kaptunk ekkora beruházást. És úgy kivártuk, eljött az alkalom, fenntartónknak hála, felismerte ő is ezt, és aztán elkezdődhetett az építkezés. Június 15-ével ki kellett pakolnunk, elég nehéz volt, de a szülőknek is hála, hogy összefogással nagyon sokan eljöttek, és hordták a bútorokat, ürítettük a terveket, rendezgettük. 16-án átadtuk a területet, azzal a felkiáltással, hogy augusztus 22-én szeretnénk visszakapni, mert hogy ki kell nyitni az iskolát. Az augusztus 22-én persze nem az egész építkezés zárult le, mert két ütemben történik. Az első ütem készült el, az a főkapu, a gazdasági iroda, igazgatói vagy vezetői iroda, meg egy tanterem, a lépcsőház, és emellett nagyon sok fejlesztés is történt onnantól kezdve, hogy riasztórendszer megújuló, telefonhálózat, internet, nem is tudom, szóval nagyon sok egyéb fejlesztés is volt benne, és a második ütem meg évközben fog tovább folytatódni, az a kis tornaterem felújítását jelenti, az a műemlékvédelmi épületben van ugyanis ennek a helye, és annak a tetőtere beépítésére kerül a tanári, a nagytanári, a vezetői irodák, csoportszobák és ilyen kis tárgyalók lesznek, mert jelen esetben az én kollégáim, akik említettem, hogy több mint 40-en vannak, körülbelül egy tanteremnél kisebb méretű teremben tudnak csak várakozni a saját óráikra. Bízunk benne, hogy sikerül együttműködnünk. Eddig is úgy alakult, hogy az építkezés
kivitelezőjével. Nagyon rugalmasan azon voltunk mindketten, hogy ilyen békességben, hatékonyan tudjunk együttműködni, és el tudjon indulni az iskola. Biztonságban legyenek a gyerekek, ez nagyon fontos. Ezért az építkezési területet leválasztottunk, kerítésekkel, zsilipelőrendszert fogunk. Hátsó kapun nem fognak tudni a gyerekek közlekedni, de az első kapun keresztül igen. Kicsit sok jó ember segítségével bízunk benne, hogy tudunk majd a júniusban teljesen kinyitni, lezárul az építkezés, és átadásra kerül a kis tornaterem, meg az egyéb emeleten elhelyezett helyiségek. A Szent András iskola két elsős osztályában összesen 56 gyermek kezdte meg tanulmányait. Szeptember 1-én az intézmény 448 diákja ünneplő egyenruhában zászlót lengetve átvonult a Péter Pál templomba, ahol György atya megtartotta tanévkezdő szentmiséjét. Ezen a szentmisén szoktuk a gyerekeket, az elsős gyerekeket is kihívni az oltár elé, bemutatni a közösségbe, befogadni a közösségbe, megtapsolni, köszönteni, nem csak őket, hanem a új tanulókat is, akik a felső osztályban jönnek. Meg itt szoktuk bemutatni az új kollégákat is, nyakkendőkötéssel válnak igazán Szent Andrásossá. Úgyhogy ez történt a mai reggel, és nagyon szép ünnepség van mögöttünk. Bukovszkiné Csoba Zsuzsa hozzátette, hogy az iskola feladata többi között egy összehangolt közösség alakítása, ezért idén is rengeteg program vár a Szent Andrásos diákokra, mint kirándulások, gálaműsor, koncert, családi majális, melyekre szeretettel várják a szülőket is. Két kerékpáros szervizoszlopot telepítettek a Lupató melletti kerékpáros pihenőnél és a Postástrannál. A több mint 1 millió forint értékű fejlesztést a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség finanszírozta. Szentendre város önkormányzatának és a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség együttműködésének eredményeként megjelent szervizoszlopokon van javítóállvány és szerszámkészlet, amely tartalmaz savarhúzókat, imbuszkulcs és torxkészletet, csillagvilláskulcsot, állítható villáskulcsot, küllőkulcsot, gumileszedőt és pumpát. A zsidó identitásnak állít emléket Flam Ferenc kiállítása a Szentendrei High Galériában. A Svédországban élő művész kiállított litográfiái a 17. században élt legendás csodarabbi, a haszidizmus alapítója által terjesztett történetek nyomán születtek. Pál Sem legendái címmel nyílt meg Flam Ferenc 1946-ban született festő, grafikus kiállítása a Szentendrei Zsidóházban. A művész elmúlt 2-3 évben készített 12 darabból álló tárlatát tekintheti meg a nagy érdemű, képein haszid történetek elevenednek meg. Ezek a képek a 17. századi kelet-európai haszid legendákból inspirálódtak, és minden kép mögött egy kis elbeszélés, egy tipikus kelet-európai legenda, népi elbeszélés áll, egy kis tanulsággal, kis idézettel. Ezek igazi litográfiai technika, ami azt jelenti, hogy mészkőre rajzolja az ember tükörképbe a motivumokat, amire a papírt ráhengerlik. És ez 6 színből áll, tehát minden szín külön lett a kőre festve tükörképbe. Ez összesen körülbelül egy 2-3 évnek a munkája. Tervezéssel és a kivitelezéssel. És akkor még ugye ön is említette, hogy mindegyik kép egy-egy ilyen legendát ölel fel. Kicsit arra a kiállítás címéről szeretném önt kérdezni, ez mit is takar pontosan ez a cím, illetve maga a legenda? Legends of the Baal Shem Tov. Létezett egy csodarabbi, a haszidizmus alapítója Baal Shem Tov, és az ő életéből rengeteg történet maradt fönt. Ez egy válogatás, ez csak 12 darab, és ezek le vannak rövidítve, mert a teljes hossz az kb. 4-5-ször ennyi. És Szentendre a szívem közepén van, mert mint művészeti hallgató, ide jártunk diákkorunkban 60 és 64 között, úgyhogy nagy örömmel jöttem ide. És még egy utolsó kérdésként, ön kinek ajánlja ezt a tálatot, kik jöjjenek el megnézni feltétlenül ezt a kiállítást? Hát zsidók és nem zsidók, inkább én azt mondanám, egy néprajzi dimenzió van ennek, egy
a kelet-európai népi kultúra és a mesék, amik lényegesek. Flam Ferenc a szülei halála után a hagyatékból megkapta nagyapja kipáját, imakönyvét, édesanyja sárga csillagát és zsidó vonatkozású dokumentumokat. Ezek ébresztették fel benne zsidó identitását, amelyek megváltoztatták művészetét. Ennek egy kis szelete látható most Szentendrén. 3 évvel ezelőtt ide költöztünk egy zsidó közösségi központot megnyitni, és annak az egyik része a zsidó művészeti galéria, mivel Szentendre a művészek városa, és szerintem nagyon jól illik ide, és főleg, hogy a nagyon híres magyar 20. századi művészek Szentendrék is voltak, és a nagy része is zsidó volt, és akartunk ezt is folytatni kortárs művészekkel, és a galériában van egy erős zsidó témájú hangsúly, és olyan művészeket keresünk, akik egy új nézőpontot tudnak hozni és mutatni a zsidóságról, a világról, az életről, ami olyan hozzáadott érték az életbe, és kezdtünk a Szilárd Klára műveivel májusban, és most a Flam Ferenc, akkor szerintem jó úton vagyunk, és mostantól már folyamatosan lesz 4-5 kiállítás évente. A Moise Band, ez egy szlovák zenekar, ami olyan, lehet, hogy a karpataljai zsidó klezmer zenét zenél. Ők már Csehországban, Szlovákiában és sok-sok helyen Európában koncertet csináltak. Az apámmal is, aki is zenész, és hát nagy tisztelet, hogy ide is jöttek, és remélem, hogy jó lesz. És... Flam Ferenc művei vasárnaptól csütörtökig 11 és 18 óra között tekinthetők meg a Szentendrei High Galériában. A hagyományokhoz híven múlt hétvégén is ingyen mozoghattak az érdeklődők a Mozdulj Szentendre sporteseményen. A rendezvényen a legváltozatosabb programok közül választhattak a jelenlévők. A Piramis Sport Egyesület Tóth Péter irányításával zenés aerobikkal kezdte a szombat reggelt. Az edző tapasztalatai szerint nyáron többnyire hölgyek jelentkeznek, ezért vékony gumikötéllel, könnyebb súlyzókkal és saját testsúlyos edzéssel készült az alkalomra. Azok, akik minden edzésre jöttek, ők nagyon szerették, mert mindig keresték amúgy, hogy milyen változatos órák lesznek. Így annyiből jó volt, hogy fent volt ugye az oldalon is, hogy mikor kitart, mert én is tudtam mondani, hogyha kérdezték, hogy épp ki jön. Az egyesület karatés sportolói közül többen nemzetközi sikereket értek el, mely részben a nyári edzőtáboroknak köszönhető. Nekünk július 2. hetéig tartnak az edzőtáborok, ugye addig tartottak, utána van egy hét szünetünk, és utána folytattuk az edzéseket, főleg a karate válogatottal, ugye vannak válogatott versenyzőink, és akkor nekik én tartottam erőlétit, így egész nyár folyamán, ez heti 3 alkalommal történik. Ezen kívül ugye vannak a normál edzések, amiket tartunk, de a karate az csak majd most fog kezdődni. Ahhoz, hogy egy sportoló jó formában legyen, az általa űzött sportágon kívül erőnléti edzéseket is végeznie kell. Szerintem, hogyha most már bármilyen edzésformát néztek, így olimpiát is tekintve, legyen az úszás, karate, futás, mindennek most már van egy olyan része, hogy már nem csak abból a sportból áll. Például ő egyik ilyen közeli ismerősöm is a Házpataki Ávar, ugye kint volt az olimpián is, és neki is tudjuk, hogy a karate edzés az csak egy részét tette ki. Ugye a edzésformák, neki volt külön futóedzése, erőléti edzése. Mi ezt már egy olyan 6-8 éve csináljuk így, hogy külön erőléti is legyen, mert nem elég csak a sportás specifikus edzésforma. Tóth Péter örvendetesnek tartja, hogy Szentendrén időről időre lehetőség van az ingyenes testmozgásra. Ha vannak benne gyerekek, akkor biztos, hogy sokkal többen jönnek. Szóval itt is, hogyha tartanánk egy olyan részt, szóval gyereket is lehet hozni, akkor azt mondom, hogy biztos 2-3-szorosára össze lehetne hozni a létszámot. A többi ilyen eseményre pedig azt mondanám, hogy hát felnőttektől ugye ebben, hogy szombat van a munkahét vége, így tényleg kitartónak kell lenni, hogy valaki felkeljen. Szeptembertől kezdődnek a karate edzések, melyekre gyerekeket és felnőtteket egyaránt várnak. Nálunk szét vannak bontva csoportokva, hétfőn, szerdán vannak a nagyon kezdők, ők picik, ilyen 4-5 éves ovisok.
kedden csütörtökön vannak már a nagyobbak, a haladó csoportok, és nagyobb próbáljuk minél jobban szétszedni, hogy tudjanak fejlődni, itt főleg a kicsiknél, az óvodásoknál mozgáskoordináció fejlesztés, picit fegyelemtanítás, játékos dolgok, szóval nem, mondjuk, hogy az edzés egy óra, akkor abban legalább 30 perc, 20 perc játék, úgyhogy tudják ők is élvezni, és ezzel is tanulnak új mozgásformákat. Melyik edzésekre lehet most jelentkezni, és ezek mikor lesznek? Tehát aki mondjuk szülő látja ezt, ő mire számíthat, hogyha beiratja a picit? Hétfőn és szerdán vannak, hogyha nagyon pici a gyerek. Ez egy óvodás, ilyen hát középső nagy csoport, meg még talán első. Ők a hétfő szerdán vannak 4 óra 30-tól 5 óra 30-ig, és a kecsütörtöki csoport azt végül ugyanúgy 4 óra 30-tól 5 óra 45-ig vannak, ők már az ilyen nagyobbak, de oda is amúgy lehet jönni, mert most azt mondom, hogy alsós gyerekek könnyebben tanulnak mozgás, mint egy óvodás, többet tud figyelni, úgyhogy ezekbe hirdetünk főleg. De van olyan felnőtt is, aki jött hozzánk. Úgyhogy minden csoport nyitott. Az edző szerint sohasem késő elkezdeni sportolni, hiszen kitartással, rendszeres edzéssel és alázattal a dobogó legfelső fokáig is el lehet jutni. Nincs olyan, hogy késő. Például itt az egyik legjobb példa, ő 30 évesen kezdte, 30 fölött, és azt mondom, hogy ő is eljutott Európa bajnoksági szintig, szóval versenyeztek még világkupán is. Ő nálunk is most a legidősebb versenyző tagunk, hogyha jól tudom, ő most lett egy múlt héten 65 éves, ő heti 6 edzésre jár, abból én tartok neki 3 erőlétit és 3 karatét. Szóval ő jó kondiban. Az edző mindenkit mozgásra buzdít, még akkor is, ha nem tör nagyobb babérokra, hiszen a fizikai jólét mellett egyáltalán nem elhanyagolható a mentális egészség sem. A testi-lelki egyensúly elérésében és fenntartásában pedig nagy szerepet játszik a rendszeres testmozgás. Úgy tudnám leírni, az egyesületünk az egy nagy család, szóval azt mondom, hogy egy nagy közösség vagyunk, jó hangulatban telnek az edzések. Most főleg a legidősebb tagból kiindulva, ő azt mondta, hogy sokkal egészségesebb lett, alapvetően fogyott 15-20 kilót, szóval úgy lejött, ő ezzel testépítő volt. Ő sokkal könnyebben mozogsz tőle, nem olyan mozgásforma, hogyha nem versenyzőként, még a versenyzőként csinálod se, de nem visszatudod, nem olyan mozgásforma, ami úgymond roncsolja a testet, és azt mondom, hogy egy olyan egészséges, jó kedvel tudsz fölkelni utána. A postás strandon, a jógán, pilateszen, alakformáló edzésen és funkcionális tréningen kívül gomba és kerékpár túrán is részt vehettek az érdeklődők. Végül a várható időjárásról. Szerdán a napos gomoly felhős időben kezdetben keleten kialakulhatnak átmeneti záporok, napközben viszont sehol nem várható jelentős csapadék. A szél csak záporok környezetében támadhat fel. A csúcshőmérséklet 24 és 31 fok között alakulhat. Adásunk végén legfontosabb híreink még egyszer röviden. A 30 éve fennálló Szent András Katolikus Általános Iskolában egy átfogó felújítás kezdődött el nyáron. Két kerékpáros szervizoszlopot telepítettek a Lupató melletti kerékpáros pihenőnél és a postás strandnál. A zsidó identitásnak állít emléket Flam Ferenc kiállítása a Szentendrei High Galériában. Ez volt mai hírmagazinunk, a Szentendre ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik a Fókuszban című magazinműsorunk, amelynek mai vendége Zsebe Dávid, az Offline Center igazgatója, akivel a közösségi tér bizonytalan helyzetéről és a kilátásokról is beszélgettünk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu per TV Szentendrén. A közösségi oldalakon is megtalálhatóak vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!